Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, az Úr legyen veletek! Kedves keresztény hívek! A szülők számára nagy öröm és ajándék a gyermek, a keresztény szülők ezt az ajándékot Istennek, mint minden életforrásának köszönik meg. Szent hitünk tanításából azt is tudják, hogy Isten, ami mennyei Atyánk, a keresztség által isteni életében részesíti az embert, gyermekévé fogadja, a Szentlélek templomává és a mennyország örökösévé teszi. Kedves szülők, ti is azért hoztátok el gyermeketeket ide az Isten házába, hogy erre az isteni életre vízből és Szentlélekből újjászülessen. Tagja legyen Krisztus titokzatos testének az egyháznak. Krisztus egyházának nevében kérdezem, mi a gyermek neve? Anita. Anita, aki a keresztségben alexandriai Szent Katalint fogja védő szenttől kapni. Kedves szülők, mit kértek gyermeketek Anita számára Isten egyházától? Keresztséget. Kedves szülők, nektek, akik gyermeketek Anita számára a keresztséget kéritek, kötelességetek lesz őt úgy nevelni, hogy hitünk szerint éljen. Tartsa meg Isten parancsait, úgy szeresse Istent és embertársait, ahogyan Krisztus Urunk tanította. Vállaljátok ezt a kötelességet. Vállaljuk. Kedves keresztülők, megígéritek-e, hogy támogatjátok Anita a szüleit imént vállalt kötelességük teljesítésében? Megígérjük. Anita, nagy örömmel fogad téged a keresztény közösség. Ennek a közösségnek nevében most megjelöllek téged a kereszt jelével. Kedves szülők, keresztszülők, ti is jelöljétek meg most Anita homlokát az üdvözítő keresztjének szent jelével. Most pedig hallgassuk meg élő hittel Krisztus evangéliumát. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből, dicsőség neked, Istenem! Mennybe menetele előtt így szólt Jézus tanítványaihoz. Minden hatalom nekem adatott a mennyben és a földön, ezzel a hatalommal küldelek titeket, tegyetek tanítványommá minden népet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek, íme veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezek az evangélium igéi. Áldjon téged, Krisztus! Kedves testvéreim, most kérjük a mindenható Istent, hogy árassza irgalmát erre a gyermekre, Anitára, az ő szüleire, keresztszüleire, hozzátartozóira és minden megkeresztelt emberre. Add, Urunk, hogy akit a kereszttel megjelöltünk, élete egész folyamán nyíltan megvallja Krisztust, az Isten fiát. Érünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy szülei és keresztszülei szavát és példáját követve az egyház élő tagjaként fejlődjék. Érünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy Krisztus összes tanítványai, akik a keresztségben egy testé lettek, mindig megmaradjanak a hit és a szeretet egységében. Kérünk téged, hallgass meg minket. Most pedig a keresztelendő gyermek, Anita, és a magunk számára is kérjük Isten szentjeinek közbenjárását. Szentséges Szűz Mária, Isten anyja, könyörög érettünk. Keresztelő Szent János, könyörög érettünk. Szent József, könyörög érettünk. Szent Péter és Pál apostol, könyörögjetek érettünk. Szent István király, könyörög érettünk. Alexandriai Szent Katalin, könyörög érettünk. Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk. Mindenható örök Isten, te azért küldted fiadat e világba, hogy kiszabadítson minket a sátánnak, a gonosz léleknek hatalmából, kimentsen a sötétség birodalmából, és helyet adjon nekünk a te világosságod csodálatos országában. Könyörögve kérünk,
hogy szabadíts meg ezt a gyermeket, Anitát, az áteredő bűntől, tedd őt szent fölséget templomává, és engedd, hogy a Szentlélek lakozzék benne. Anita, védelmezzen téged Krisztusnak, ami üdvözítőnknek ereje, ennek jeléül megkenünk téged az üdvösség olajával Krisztusban, ami Urunkban, aki él és uralkodik, mind örökkön örökké. Áld meg kegyesen ezt a vizet, amelyel megkereszteljük Anita szolgálódat, akit meghívtál a keresztségre, hogy örök élete legyen. Kedves szülők, keresztülők, a gyermeknek, akit az egyház szín elé hoztatok, Isten jósága új, kegyelmi életet ad vízből és Szentlélekből. Neveljétek majd őt szent hitünk tanítása szerint, és féltő gonddal ügyeljetek arra, hogy az isteni élet napról napra növekedjék benne, és azt a bűn soha meg ne fertőzze. Reméljük, hogy hitbeli meggyőződésetek hozott ide benneteket, és így készségesen vállaljátok a gyermek megkeresztelésével járó kötelességteket. Gondoljatok arra, hogy ti is részesültetek egykor a Szent Keresztségben, mondjatok tehát ellent a bűnnek, aztán pedig tegyetek tanúságot hitetekről Jézus Krisztusban. Ez az egyház hite, és ebben a hitben kereszteljük meg a gyermeket. Ezért megkérdezem, ellene mondatok-e a sátánnak? Ellene. És minden cselekedetének? Ellene. És minden csábításának? Ellene. Hisztek-e Istenben, a mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében? Hiszünk. Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de föltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján. Hiszünk. Hisztek-e a Szent Lélekben, a katolikus Anya Szent Egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test föltámadásában és az örök életben? Hiszünk. Ez a mi hitünk, ez az Anya Szent Egyház hite, amelyet boldogan vallunk meg Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Akarjátok-e tehát, hogy Anita elnyeri a keresztséget abban a hitben, amelyet az imént mindnyájan meghallottunk? Akarjuk. Anita, én megkeresztellek téged az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Anita, a mindenható Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya megszabadított téged a bűntől. Vízből és Szentlélekből új életet ajándékozott neked. Most pedig fölkent téged az üdvösség krizmájával, hogy szent népéhez tartozzál. És tagja maradj Krisztusnak, aki főpapunk, királyunk, prófétánk, és így elnyerjed az örök életet. Thank you.
Amit a keresztségben új teremtményé lettél, és Krisztust öltötted magadra, ez a fehér ruha, amelyet viselsz, legyen keresztény méltóságod jele. Hozzátartozóid szava és példája pedig támogasson, hogy ezt a méltóságot tisztán megőrizd az örök életre. Vegyétek Krisztus világosságát! Kedves szülők és keresztszülők, rátok van bízva a hit és a kegyelem fénye, amelyet ez a gyertyaláng jelképez. Óvjátok gondosan, hogy gyermeketek, akire ma ráragyogott Krisztus fényessége, szüntelenül a világosság fiaként járja az élet útját. Maradjon állhatatos a hitben, és amikor az Úr eljön, elébe járulhasson az összes szentekkel együtt a mennyei hazában. Szeretett testvéreim, ez a kicsi gyermek Anita, aki a keresztségben újjászületett, most már az Isten gyermeke. Nem csak névleg, hanem a valóságban is. A bérmálásban elnyeri majd a Szentlélek ajándékainak teljességét, amikor pedig az Úr oltárához járul, Istent az egyházban atyának szólítja. A Szent Keresztségben mi is, mindnyájan Isten fogadott gyermekei lettünk. Ezért a most megkeresztelt gyermek és a magunk nevében is imádkozzunk úgy, ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Testvéreim, a mindenható Atyaistennek, az ő egyszülött fiának, és a Szentléleknek irgalmába és kegyelmébe ajánlunk mindnyájatokat. Isten óvja életeteket, hogy a hit fényében járva eljussatok, és veletek együtt mi is eljussunk a megígért örök hazába. És az áldás előtt szeretném elmondani, hogy igazán öröm és megtiszteltetés a számodra, hogy ismét keresztelhetek, és úgy ebben a családban, hogy a házasság szentségénél is ott voltam. Ez, igen, mindig öröm. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen.